Szegény Edit néni mennyit szenvedett az életében, és most is bántják. Minden nyugdíjasnak nehéz. Minden nyugdíjasnak nehéz, de nem voltak Auschwitzba. Edit néni sajnos volt. Adrikám, hát a gulágot mondtad. Most elbizonytalanodtam, nem mindegy. Pistikém, jöjjön velem. Biztos vagy benne? Nem vagyok vak. Azt is láttam, aranykereszt van a nyakában. Rémlik. Most már nekem is rémlik, mint a láttam volna a templomban. Karácsonykor egész biztos. Egy biztos. Takácsik a máltai szeretetszolgáltán esküsznek, hogy kaptak tőle ruhákat. Akkor meg kell kísérelnünk. Hajrá! Hajrá! Én nagyon szeretném, hogy most már ennek a problémának a végére pontot tennénk. Én nem akarom, hogy az önkormányzatnál ebből ügy legyen. Olyan rossz most már bent a közhangulat, veszekednek, kiabálnak. Na mondja, mit akarunk. Úgy néz ki, hogy a jobb oldali fülkébe ment be. Jaj, Pistukám, teljesen mindegy, hogy melyik fülkébe ment be. Az a lényeg, hogy ránk szavazzon. És egy ilyen idős hölgynél ez el is várható. Van egy jó ötlet. Igen? Meg kellene nézni a táskáját. Hát, ha találunk benne valami igazolvánt, vagy pártkönyvet. Na de Pistukám, hogy gondolja ezt az egészet? Hát ott vannak a többiek, így is már annyit veszekedtek. Na de én be tudok menni. Ja, ezt nem lehet, erről szó sem lehet. Nézd, nekem már itt van a nyugdíjazásom, magának ott az a gondok állás. Én nem akarok ebből problémát. Most már vessünk végét ennek a dolognak. Bemegyünk, beszámítjuk a szavazatot, és kész. Előre! Előre. Adrika drága, nem látta azt a filmet, ahol az állomásfőnök állandóan pecsételt? Egy a párna, egy a pecsét. Megvan nekem otthon kazettán, nem mondjam ne fel egyszer? Na, emberek! Igen, jó. Emberek! Pista! Üljön le! Mindenki együtténi szavazatának beszámítására voksol, igaz? Úgy van. Igen. Egyetértünk ebben, igaz? Igen. Na, végre! Figyelem, figyelem! Akármelyik pártra vagy képviselőre is szavazott a néni, ez a szavazat mindannyiunk számára kötelező érvényű lesz. Világos? Igen. Semmi új variálás, semmi új taktika. Szavazott és kész. Bedobjuk, megszámláljuk és megtelefonáljuk az eredményt. Világos? Na hát. És még valami. Pardon. Arra gondoltam, hogy erről írunk egy külön megállapodást, amelyet mindjárt aláírunk. Nem? Istenes, ne szórakozzunk már! Hát, nyissuk ki, szavunkat adjuk! Jó, hát igen. Akkor tessék, kérem. Kérlek, egy pillanat. Visszaszolgáltatjuk-e drága néninek, ami jár neki? Az utolsó szó és akarat jogán még hozzászólhatott országunk sorsának alakulásába. Most már lehet. Büszke vagyok magamra, illetve magunkra. Megengedi? Hogyne?